1946-ban hagytam el Magyarországot, és lekerültem Rómába. Rómában sokat várakoztam arra, hogy megkapjam az argentin bevándorlási vízumot, és volt időm elmélkedni édesanyámnak a szavai fölött, aki nekem azt említette, hogy a magyarok a sumíroknak a rokonai. Mikor megkérdeztem édesanyámat, hogy kik azok a sumírok, és ő azt honnan tudja, azt mondta, hogy Varga Zsigmond, evangélikus püspök, vagy evangélikus pap, megnyerte a Magyar Tudományos Akadémiának a nagy díját, és bizonyítja azt, hogy a sumér magyar nyelv grammatikai része tökéletesen egyezik. A nagy közönség és általában minden történelem könyvbe beszélnek úgynevezett Nagy Sándor birodalmáról. Macedón Sándor 13 évig egy terror uralmat biztosított abban a térségben, ahol a pártus birodalom létezett, és pedig a Tigris és Eufrates deltájától kezdve majdnem az Indus folyóig. Erről a 13 éves Nagy Sándor féle uralomról minden történelem könyvben találunk egy hatalmas térképet. De arról az 500 évig uralkodó pártus birodalomról, ahol ugyanezen a hatalmas területen a nép jólétben, békességben és vallásszabadságban élt, nem beszélnek. A pártus birodalom történelme föltár mindent Jézussal kapcsolatban is, a mi népünkkel kapcsolatban is, mert, hogy ne mondjak mást, mint a német krónikák Árpád magyarjait az ő írásukban 8-szor pártusoknak nevezik, és csak 2-szer nevezik ungarusznak. Tehát a mi történelmünk, a valóságos történelmünk a pártus birodalom feltárása nélkül nem tisztázható. A hunok ugye 422-ben a Kaukázuson keresztül a perzsákat még támadják, ugye? És most itt figyelembe kell venni, talán Kramer professzorról indulnék ki, aki azt mondja, hogy a mezopotámiai történelem két különböző fajú és nyelvű népnek az élet-halál harca. Itt az életért való küzdelem Mezopotámiából észak felé szorítja az úgynevezett Subartu vagy Szabír népet, az egész népséget, hiszen megvannak a, például az Ibisin gyászdala, aki azt mondja, hogy elpusztulnak a szép sumír városok, és a nép észak felé menekül. Tehát a sumír ékiratok bizonyítják az észak felé való tömörülés, nem menekülés. Tehát a hun-magyar örökség, ahhoz nem férhet kétség, mert hiszen a történelmi dokumentumokkal igazolható, csak egymás mellé kell tenni a korabeli történészeknek a megállapításait, és akkor látni fogjuk, hogy ők a hunokat, akik most avarok, és akik most magyarok írják. Én ezt egy tendenciózus politikai hatalomnak vélem, amelyik mindenképpen el akarja venni a magyaroktól az ősiséget, a hagyományokat, és el akarja venni azt, hogy mi, mint Nimrud népe, egy másképp, más és más név alatt megjelent, de ugyanaz a faji és ugyanaz a nyelvi egység vagyunk.